Ezek a felvételek június 4-én készültek a 4-es út 92-es kilométer szelvényénél. A délutáni csúcsforgalomban egy román rendszámú kamion ütközött egy kis busszal. A járműben 14 magyar állampolgár utazott, 3-an azonnal meghaltak. Ez volt a 10. halálos kimenetelű baleset Megyénk útjain idén. A Jászlikun-Szolnok megyei rendőrfőkapitánysága megyei közgyűlésen tartott tájékoztatón adta közre az aktuális adatokat. Szitár Ferenc rendészeti rendőrfőkapitány helyettes elmondta, 2020-ban komoly áttörést sikerült elérniük, csökkent a halálos balesetek száma. Minden évben elemezzük a halálos, súlyos és a könnyű, és az összbaleseti számban 550 alá sikerült csökkenni, 547 közlekedési balesettel, ami az előző év viszonylatában 31-jel kevesebb. Most is jelen pillanatban kevesebb a balesetünk az előző év hasonló időszakához, és igyekszünk ezt a tendenciát megőrizni. A főbb baleseti ok továbbra is a sebesség túllépése, folytatta Szitár Ferenc. A válaszunk a intenzív sebességellenőrzés. Az, hogy valaki annak ellenére, hogy sem autópályánk, sem gyorsforgalmi utunk nincsen a megyénk területén, 205-tel megy motorkerékpárral, az mindennek a netovábbja. De én azt gondolom, a non plus ultrája az az egésznek, hogyha ezt a 205-tel száguldozó motorost megbírjuk állítani, és ezt sikerrel megtettük, és rendőreink intézkedés alá tudtuk vonni. Hát természetesen ilyenkor több hónapos vezetéstől eltiltás és a 300.000 forintos közigazgatási bírság dukál. A gyorshajtás mellett az ittas vezetés továbbra is jelentős probléma megyeszerte. Volt olyan hét, amikor 43 ittas sofőrt szúrtak ki az utakon. A rendészeti rendőrfőkapitány helyettes szerint ezt csak akkor lehetne megfékezni, ha mindenkinek bevonnák a jogosítványát, aki úgy ül autóba, hogy ivott előtte. Az eljárások és a bírságolás ugyanis nem ijesztik el az autósokat az alkoholfogyasztástól.